Ez a hölgy még a hagyományos módon kapta meg a receptjét. Erre azonban már csak egy évig van lehetőség, utána ugyanis a házi és gyermekorvosoknak, kórházaknak, gyógyszertáraknak és szakrendelőknek kötelező alkalmazni az úgynevezett elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret. Ez a rendszer hivatalosan november 1-én kezdett el élesben működni, azonban még vannak olyan helyek, mint például Kállósemjén, ahol nem tudták elindítani. Azokban az orvosi rendelőkben, ahol ma már használatba vették ezt a technikát, okozott némi fennakadást. Ami rögtön látszódott a receptkiírásoknál, hogy volt olyan, mert az új e-recept felírása esetén egy másik, harmadik vonalkódnak kell kerülni a receptre, hogy ennek meg kell jelenni vizuálisan is lehessen látni a recepten. Ami látszódott az, hogy volt olyan recepten, amelyiken ott volt a vonalkód, volt amelyiken nem volt ott a vonalkód. Ez nagy valószínűséggel azért történt, mert a rendszer kiírta, hogy időtúllépés történt, tehát és akkor, ahol időtúllépés történt, ott gyakorlatilag a vonalkód nem került föl a receptekre. Amikor 30 napra írtak ki egy-egy receptet, ott nem volt gond a vonalkóddal, de ahol 28 vagy 50 szemes kiszerelést kellett felírni, ott már hiba jelentkezett, nem működött a rendszer. Egy gyermek beutalásával is probléma volt, akit Nyíregyházára kellett volna beküldeni a kórházba, azonban a doktor úr azt a visszajelzést kapta, hogy még nincsenek meg a technikai feltételek. A gyógyszertárak viszont már felkészültek az e-recept olvasására. Az elmúlt hónapok már a felkészülés jegyében zajlottak. Igyekeztünk felkészülni a mai indulásra, amely kisebb-nagyobb problémákkal, de megtörtént. Szerencsére a kezdeti nehézségek egy részét sikerült pár perc alatt rendezni. Sajnálatos módon azért nem tökéletes még. A nagyon nagy leterheltség miatt a központi rendszer nem minden esetben ad megfelelő gyorsaságú választ, de ez a beérkező adatok ellenzése alapján szerintem hamar orvosolható lesz, és akkor egy jól működő rendszerré válik a mostani e-recept. Nem csak a gyógyszerészek tartják hosszú távon hatékonynak a rendszert, hanem az orvosok is bíznak abban, hogy jelentősen megkönnyíti majd munkájukat az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér. Hogyha hozzá fogunk tudni jutni a betegeknek az adataihoz, látjuk, hogy milyen egészségügyi ellátásban részesültek, milyen gyógyszert szedték-e pontosan a gyógyszert. Ez nagyon komoly információ, nagyon lehet életmentő is, ha valaki rosszul lesz, eszméletlenné válik, tajszám alapján esetleg az ottani ellátó kollégák, mentősök láthatják, hogy van-e valamilyen betegsége, szed-e valamilyen gyógyszert, gondozás alatt áll-e, és már van egy támpont, amik alapján el tudnak indulni. Sok ismétlődő vizsgálat is elkerülhető lesz, így egy év múlva már egy sokkal hatékonyabb rendszerben tudunk orvoshoz fordulni.